Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt hetekben, hónapokban az országgyűlési választásoktól volt hangos az országos sajtó, és természetesen itt is a Telepaks stúdiójában is egymás kezébe adták a képviselőjelöltek a kilincset. Elmúltak a választások, az eredményt már mindnyájan tudjuk, és kevesebb szó esett itt a városi dolgainkról, közös dolgainkról, pedig hát itt is fontos dolgok történtek. Most a város költségvetéséről, illetve a tavalyi év zárszámadásáról fogunk beszélgetni két stúdióban lévő vendégemmel. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, Telledi Tal polgármester asszonnyal és Hajdú János polgármester úrnak. Tehát amíg folytak a csatározások az országos politika színpadán, addig ők önök csendesen dolgozgattak, illetve az önök szakértői, és ugye elkészült a 2014-es költségvetés, most szerdán pedig lesz a 2013-as év zárszámadása. Hát szerintem röviden egy kicsit tekintsünk azért még vissza, bár most már április van, de azért a 2013-as évről mit kell tudnunk, hogyan sikerült? Hát ezek az évek, a 13-as és meg a 14-es is igen karakteresen beruházások körül folyó költségvetés, inkább a beruházásokról szól mind a két évben. Hát nagyon hosszú az a lista, talán két adásban is szerepeltünk, mikor a 13. évi beruházásokat vettük sorba. Hát csak a nagyobbakat kiemeljük belőle, az is szép, hogyha végig gondoljuk, hogy elkészült a kerékpárút, gyakorlatilag szerkezetkészre építettük a gyógyfürdőt, aminek a üzemi terheléses próbái éppen most fejeződnek be, és közben rá pillantok, mert már úgy felgyorsult az idő, hogy el is felejtjük talán, hogy elkészült a bölcsődekonyha felújítása, szerződést kötöttünk a II. Rákóczi Ferenc iskola konyha gazdasági szárny felújítására, átadtuk az erdei iskolát, közvilágítást korszerűsítettünk, mindegy 1600 lámpatást lecserélésével, elindítottunk két fontos helyen, Petőfi és Gömlőzön a Csárda utcába partfal felújítást, megkezdtük a Haladás utcai záportározó kialakítását, a térfigyelő rendszerünket bővítettük, és elkészült a Pál utca egyik részének a felújítása, és a Móra Ferenc utca korábbi nevén Ságvári Endre utca, cseresznyés bevezető útnak az utolsó, még meg nem épített szakaszát korszerűsítettük, és azt gondolom, hogy talán legyen ennyi elég a múlt évre, az apraját már. És a két legnagyobbat nem is említette, hogy a szemét, illetve a hulladék, komplex hulladék feldolgozási rendszert, aminek még azért vannak hát a munkálatai, és amiben ugye benne vagyunk, a munkák derekán vagyunk, ez pedig a szennyvíztározó. De ezekről tényleg rengeteget beszélgettünk, tényleg két adás kellett hozzá, hogy ezeket felsoroljuk. Anyagi értelem, ez rengeteg beruházás, tehát ez mindig, amikor mesélek Paksról, barátaimnak, ismerőseimnek, vendégeinknek, akkor mindig hozzáteszem hangsúlyozottan, hogy ez egy 20 000-es kisváros, és sokkal több minden történik beruházásban is, mint mondjuk egy megyeszékhely, vagy egy megyei jogú város esetében. Miből, tehát azért ne nagyon beszélgessünk számokról, vagy csak nagy számokról, mennyivel gazdálkodott a város 2013-ban, és nagyjából mennyivel fog, lehet azt tudni, hogy 2014-ben gazdálkodni? 2013-ban több mint 11 milliárd volt a költségvetésnek a sarokszáma, ebből 2,5-3 milliárd úgynevezett finanszírozási bevétel, ami gyakorlatilag pénz, banki, illetve saját pénz mozgásról van szó, ami anyagi értelemben költségvetésnek tekinthető, tehát a város üzemeltetés és beruházás és intézmény üzemeltetés és egyebek
az gyakorlatilag 8-8,5 milliárd volt, és durván ennyivel indulunk az idén is. Ez a 8-8,5 milliárddal. Az egyik, ön is említette, polgármester úr, hogy a beruházásokon kívül, ami ugye összességében a kisebb falat, kisebb tétel a város költségvetésében, az egyik legnagyobb tétel a város üzemeltetés és a támogatások, a lakosság különböző csoportjainak a támogatása, amiben egyesületeket, sok mindent beleértünk. Egy kicsit akkor a támogatásokról beszéljünk. Én 30 féle támogatást számoltam össze az idei költségvetés tervezetben, és hát majd nyilván a város üzemeltetésről pedig polgármester urat kérdezném. Ezt a területet az alpolgármester asszony alaposan ismeri, de... A város üzemeltetést vegyük? Azt is most akkor de mind vegyük, a kettőjüket kérdezem. Majd, amit kihagyjuk, de neki is mondom, azért szigorúan kétfelé kell venni a támogatásoknál a szociális jellegű kiadásokat és a civil szervezeteknek a támogatását. Sőt, akkor inkább már még külön választanám a szociális támogatásokat, a civil szervezetek egyéb támogatását. Ezen kívül ugye vannak állami támogatások, amit kiegészít az önkormányzat, és én azt gondolom, hogy az is támogatás a város részéről, amikor a különböző életkorú embereknek a bölcsödétől az idősek otthonáig az intézmény üzemeltetéshez hozzájárul, az intézmény működtetéshez és a szakmai létszám megteremtésének és ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez. Én azt is azt gondolom, hogy támogatás, mert jó beosztással mindenkire futja ebből a költségvetésből. A szociális rendszerben történő szociálpolitikai támogatásaink valóban rendhagyóak szintén országosan is. Sok fórumon emlegettük már ezeket a támogatásokat. Nehezen észrevehető, hogy Pakson egyedülálló a közlekedési támogatása az iskolába járó gyerekeknek, aztán a felzárkóztatási ösztöndíj a cigány tanulóknak, az óvodáztatást támogató ösztöndíjaink, illetve támogatásaink, az étkezést támogató, illetve azt kiegészítő támogatásaink, de a szemétszállítási díjkedvezményt is ide kell sorolni, vagy a méltányossági alapon járó ápolási díjat, és még hosszan-hosszan sorolhatnám ezt a 30 féle juttatást, amit ebben a városban nem osztogatunk, hanem természetesen a szigorú rendszerint, magasabb rendi törvények, illetve a helyi rendelet alapján lehet egyes családoknak, illetve a rászorultaknak odaítélni, lehet nekik megkapni ezeket a támogatásokat. Itt azért nem állom meg, hogy a tisztelt nézők egyes részének némi fogalma legyen, hogy miről beszélünk nagyságrendileg néha. Bölcsődénél nem kell külön bölcsődei díjat fizetni a szülőknek. Azon felül, amit az állam juttat, évente durván egy gyermeknek az ellátása az önkormányzat részéről 1,5 millió forintba kerül. Tehát én azt szeretném, amikor nagyon sokan elégedetlenek itt a városi lét különböző lehetőségeivel, és igen erős kritikákat fogalmaznak meg a városvezetés felé, akkor azt is vegyék számításba, hogy mit kapnak ettől a várostól, amit más, nyilván nem a városvezetéstől, hanem a várostól, amit máshol nagyságrendekkel kisebb támogatásként jelenik meg. Ugye én még külön kijegyzeteltem magamnak a lakhatással kapcsolatos támogatásokat, ami szintén egy óriási kosár, tehát én ebbe belevettem a panel programtól elkezdve a lakásfenntartási támogatástól, sok-sok-sok tétel van ebben, és hát aztán nyilván lehet ezt még folytatni, különféle kosarakat. Mennyire? Mennyire véleményük szerint, most tényleg a magánvéleményükre vagyok kíváncsi, mennyire látják ezt önök szerint Paks város lakosai, mennyire veszik ezt természetesen, vagy mennyire érzik azt, hogy Paks azért egy nagyon komoly ernyőt tart feléjük? Találkoznak-e ilyenekkel? Nem tudom, mi már magánemberként az. De nyilván rengeteg emberrel találkoznak. Hogyan érzik? Hogyan látják mondjuk más városokhoz képest? Hát elmondtuk már többször. Idegennek, vagy nem paksinak kell idejönni, hogy kapjunk
dicséretet vagy elismerést. Paksiakta nagyon ritkán, és azért az egy-kettő nagyon jól esik. Tehát a paksiak többsége inkább kritikus, mint elégedett, és akkor azt gondolom, hogy rendkívül tapintatos voltam. Ehhez az elégedettséghez, vagy kritikához, kritikussághoz hozzátartozik egy másik óriási terület, amire szintén hihetetlen pénzeket költ el a város, ez a város üzemeltetés. Tehát az, hogy milyen virágok nyílnak mondjuk a körforgónál, mennyire szép, és jönnek a fotósok és fotózzák, de a szemétszállítástól elkezdve rengeteg dolog, sikosságmentesítés, amiket mi szintén természetesnek veszünk, hogy ez van, de erre mérhetetlen mennyiségű pénzt kell költeni. Ezek a területek hogy állnak? Hát, hogy egy park vagy egy körforgó szép vagy nem szép, az ugye ízlés kérdése. Többnyire igyekszünk nem a magunk ízlését bevinni, hanem a közízlést megvalósítani, és természetesen szakemberek tervezik meg évről évre az egynyári virágokat. Azt gondolom, hogy nagyjából nem kell szégyenkezni, de ami egy idegennek rögtön szembe ötlik Pakson, az általában a tisztaság. És itt meg kell köszönnöm a paksiak együttműködését. Látunk sajnos még fiatalok esetében is felelőtlen magatartást. Valamelyik nap éppen az egyik iskolánk előtt két ilyen tizenéves leány haladt át az utcán, szemem láttára dobálták el a narancséjat. Ez nyilván a szülői és a pedagógiai nevelés csődje az ilyen. Én nem gondolom még túlzásnak sem. És amikor felszólítottam őket, hogy hagyják abba, akkor eszük ágába se volt. Úgyhogy ilyen dolgokkal is találkozunk sajnos, és az iskolák előtt, középiskolák előtt eldobált csikkekkel is találkozunk, tehát a paksiak többsége már tudatosan vigyáz a rendre és a tisztaságra, és azt szeretném kérni tőlük, hogy együtt akadályozzuk meg, hogyha valaki szennyezi a környezetet, ha szemetel. Ne várjanak mindig a közterület felügyeletre, vagy a polgármesterre, vagy a rendőrre. Ez mindnyájunknak a dolga, azt gondolom. A polgármester azt mondja, inkább a 2013-as nagy beruházásokról, meg ugye a lakossági támogatásokról beszéltünk. 2014-ben milyen terveik vannak? Ugye, majd aztán később beszélünk a választásról, mert nyilván ez sok mindent meghatároz, de 2014-ben mik azok a fő feladatok? A következetesség az természetesen nem csak a 7 éves gazdasági program alapján és a városfejlesztési koncepció jegyében következetesség, hanem a lakásgazdálkodásról, a szociálpolitika ügyén is. Tehát amikor mindig a következő évről vagyunk, általában beszélünk egy következő évről, annak a költségvetéséről és tevékenységéről soha nem lehet leválasztani az előző évről, és nem lehet leválasztani az ezt követő évről. Tehát ami tavaly még különlegessége volt a mi tevékenységünknek és komoly gazdasági befektetést is igényelt az erkölcsi mellett, az, hogy a közszolgáltatóinkról nagyon komolyan kellett gondoskodni, gondolok itt a hulladékgazdálkodásra és a vízműre is, amikor egymásnak ellentmondó jogszabályi környezetben kellett megfeleltetnünk ezeket a közszolgáltatókat, hol a fogyasztóvédelem kontra energiahivatal, hol az Európai Uniós szabályozások, illetve a magyar parlamenti szabályozásoknak ellentmondó törvényhozás tekintetében kellett helytállnunk. Ez mind a kettő szolgáltatóra vonatkozik, és van itt még a vízműnél egy kényszeres terjeszkedési kötelezettségvállalásunk is, tehát ezek mind hozzájárultak költségvetési tényezőként a tavalyi évhez, illetve az idei évben is komoly munkát adnak az önkormányzatnak, a városvezetésnek. Az idei évben a beruházásainkat természetesen annak jegyében, amit az első két magazinban az év elején felvázoltunk, folytatni fogjuk. Igazi beruházási dömping várható, aki az óvárosban jár. Lehet, hogy átadom polgármesternek a szót, hogy a utcanevek felsorolását a Pacsirtáéktól egészen a Tömbelső is mondja el. Hát ez olyan hosszú, hogy nekem is kellett egy puskát csinálnom. Leszerződjük hamarosan a vízi színpad felújítását. Ez azt jelenti, hogy el fogják vontatni a Dunaparton álló hajót és felújítják egy szép előadásokra alkalmas vízi színpadot fogunk kialakítani.
Egyéb vizes beruházásaink is több lesz, hiszen említettem már a Haladás utcai záportározót, ami folyamatban van. El fogjuk kezdeni még az idén, mert a közbeszerzés kiírás megtörténik hamarosan, a Pál utcai záportározót és a páli árok egy új dunai rákötési zsilipet kap. Ez is több százmilliós beruházás. Ez az Alvégnek a elöntési veszélyeztetettségét fogja csökkenteni. Itt jelentős összegeket nyertünk pályázaton. Kömlődi úti záportározónak a tervezése is folyik. Azt gondolom, hogy ez a három komoly záportározó nagyon sokat fog segíteni nekünk a belvízi veszélyeztetettség területén. Extrém sporttelepnek megkezdődik az építése. Az idén ott még egy nagy feszültségi vezetékkiváltás akadályozza a munkát. Dunakömlődi Présházsort most adtuk át, most adjuk át, vesszük át. Ott egy szennyvíz beruházás és teljes felület kialakítás, járda, út felület kialakítás történt meg. A Vácikába egy közmű építés fog elindulni, mégpedig egy víz, illetve szennyvízgerinc épül ki, durván 250 millió forintért. Több belső felújításainkat folytatjuk, az Árnyas Fenyves utcai több belső átadása most történt meg, és hamarosan elkezdődik a következő, mégpedig a Pollák Mihály út és a Gesztenyés utca sarkán lévő több belső felújítása. Új laborautomata beszerzése történik meg, hogy gyorsuljon a munka az STK-ba, és a parkolók közül a Csengei Dénes Művelődési Központ parkolója újul meg, illetve Gesztenyés utcai parkoló, láthatják, hogy megfelelő, egészen kiváló minőségbe. Az utcák, a Fehérvári út felújításán túl vagyunk, ezt az állam végezte, mi csak közreműködtünk, különböző részfeladatokat finanszíroztunk. Új templom utca felújítása folyik, Pacsirta utca felújítása folyik, ugyancsak a Retek és az Imre utcájé is. Most kötünk a napokba szerződést, és az idén biztosan el fog készülni a Haladás utca felújítása, valamint a Bercsényi utca felújítása, és ha szerencsénk lesz, akkor még a Gesztenyés utcának az a szakasza, amelyik az Ifjúság utca és az Új templom utca között van, az is egy pályaeltolással még talán az idén belefér a felújítási sorba. A második Rákóczi Ferenc általános iskola konyhája, étkezője, gazdasági szárnya teljes mértékben megújul, teljesen csupaszítva vannak a falak, és egy teljes új technológiát kap. Amik tervezés alatt állnak, és az idén nem, de jövőre igen nagy valószínűséggel megvalósul, az a következő utcáknak a felújítása, mint ahogy mondta, ezeknek folyik a tervezése, és valamelyiknek már az engedélyezése. Fecske, Radnóti, Öreghegy, Arany János utca közötti út, az meg lesz. Fecske, Radnóti, Öreghegy, Ifjúság, az még az idén meg lesz, csak az év második felébe. És aminek a tervezése folyik, az a Hunyadi, Kömlődi, Sánchegy utca, Vörösmarty, Adi, Kinizsi, Ötvös. Úgyhogy egy két évig most lesznek közlekedési problémák Pakson. Illetve nem is. Én az utcán járok, és soha egyetlen egyszer nem okozott gondot. Egy megszépült város fogja várni a Paks 2 építőjét, az biztos, miközben ezt a felsorolást hallgattam. Ezen morfondíroztam, hogy mennyivel más volt a Paks 1 építése egy város kép szempontjából, vagy akkor talán még falu kép szempontjából, mint most a Paks 2-é. Ugye ez az egyik legfontosabb, vagy hát ha, de igen, talán el lehet mondani, hogy a jövő szempontjából a legfontosabb döntés, ami a közelmúltban oly sok örömet, oly sok vihart aratott kinek-kinek kedve szerint a szerződés aláírása Oroszországgal.
Ugye én azt hiszem, hogy Pakson teljesen egyértelmű volt a fogadtatása. Amikor a 2014-es évet tervezték, akkor mennyire kellett mondjuk ennek a szerződés kötésnek a tudatában gondolkodniuk, cselekedniük? Nem igazán kellett, ezt tudomásul kellett venni, illetve velejáró lehetséges felelősséget, ami egy ilyen beruházással hosszú távon járhat egy város vezetés számára. Igazából nem keresett meg még minket senki, hogy partnerséget vállaljon velünk a jövő tervezésben a Paks 2 beruházás okán. Ez még várott magára, nincsenek tárgyaló partnereink a beruházás ügyén, tehát most az a legfontosabb feladat, hogy tegyük a dolgunkat legjobb tudásunk szerint, és hogy a 2009-ben, 10-ben elkészített tanulmánytervet, ahol még nem igazán voltak bejövő adatok, amik alapvetően most sincsenek, az alapinfrastruktúrát, illetve a környező térség munkaerőpiacát felmérje, a városi lehetőségek, tehát az egészségügytől egészen a szociális ellátórendszerig, az oktatásig felülvizsgálja, és egy olyan tanulmányt tudjon letenni a város vezetés elé, amiből majd jól tudja kigazdálkodni a Paks 2 beruházással járó városi építkezéseket, illetve városi beruházásokat. Igen. Az, hogy ez a bejelentés, hogy a miniszterelnök úr, illetve a gazdasági miniszter szerződést írt alá Moszkvába, sokakat meglepett, de voltunk azért néhányan, akiket nem, hiszen az elmúlt években ki lehetett következtetni azért, hogy itt bővítés lesz. Éppen amit a polgármester azt, hogy mondott, 2009-ben mi már megrendeltünk egy tanulmányt egy szakcégnél, aminek a aktualizálása most folyik, hogy vegye számba, lajstromozza azokat a feladatokat, amik majd a beruházás előkészítése és a beruházás során a városra várnak. Mi ez erre azért, ha nem is nyíltan, de a háttérben néhányan tudatosan készültünk, és voltak azért beruházások, amiket már ennek a jegyébe készítettünk el, illetve tervek. Hát az úgy van, ahogy a polgármester azt mondja, sajnos még nincs arca a beruházónak, és annak, aki itt le fogja bonyolítani ezt az évszázad beruházását, tehát még most komoly tárgyalásokat nem tudtunk megkezdeni, de természetesen Paks 1-jel, Paks 2-vel, Rosszatommal felvettük a kapcsolatot, hogyha nem is vertük nagy dobra, és felajánlottuk a partnerségünket, hiszen egy felelős városvezetésnek azt gondolom, hogy nem csak a MÁV-val kell foglalkozni, nem csak a Kinizsi és a Fecske utcával kell foglalkozni, az is nagyon fontos természetesen nekünk, de kell foglalkozni az infrastruktúrális háttérrel, benne éppen a laborautomatával példaképpen, de mondhatnék sok példát, ami majd a város vezetésre, illetve a városra vár. Hát a főbb területek nyilván a közlekedési alapinfrastruktúra megerősítése, intézményrendszer, szálláshely biztosítás, egészségügyi háttér biztosítása, és még sok-sok feladat, amiben mindenféleképpen mi partnerei leszünk a beruházónak, és nagyon-nagyon fontos, hogy itt egy felkészült városvezetés legyen. Tehát ha már választásokról esett szó az április 6-ai választás okán, akkor itt egy nagyon fontos választás lesz Pakson a jövő, ennek az évnek az őszén, hiszen olyan városvezetést kell választaniuk, és városvezetőt a paksiaknak, akik ezekkel a feladatokkal meg tud birkózni, és nagyon nagy cégeknek, intézményeknek, hatóságoknak partnere és vitapartnere tud lenni. Ugye év elején feltették a kérdést, és most polgármester úr hozta szóba, bár én is szándékoztam megkérdezni, hogy polgármester úr folytatja a politizálást ilyen aktív szinten, tehát kvázi elindul-e a választásokon össze? Ez az, amikor a hóért akasztják, ha már ön hozta szóba. Szóval hozta, akkor köszönöm a kérdést. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanultam én ebbe a szakmába, aminek talán az utóbbi években a város is egy kicsit látta a hasznát.
de még nálam is felkészültebb emberre van szükség. Én azt gondolom, olyan ember nélkülözhetetlen most a város élén le, akinek vannak iparági tapasztalatai, akik atomenergiába, energetikába jártasak, és igen erős vezetői gyakorlata van, hiszen ezt se kezdők, se közönséges városvezetők, mint például én, nagyon nehezen tudnák levezényelni. Mi előkészítjük ezt tisztességgel, de azt gondolom, hogy még nálam is alkalmasabb emberre van szükség. Van konkrét neve ennek a még önnél is alkalmasabb embernek? Én azt gondolom, hogy Pakson több is van ilyen ember. Én azt gondolom, hogy a jelölő szervezeteknek majd, vagy mostanában meg kéne fontolni Süli János felkérését a városvezetői, a polgármesteri székbe, hiszen ő minden ilyen kritériumnak, ami ősztől nagyon-nagyon fontos, meg tud felelni. Tehát Süli Jánost tartaná ön a vagy önök természetesen, adott esetben a lehető legjobb választásnak erre? Hát ez az én, illetve a szűk környezetemnek a véleménye, de biztos vagyok benne, hogy őt azért a paksiak elfogadnák. És akkor nyilván, nyilván ettől a pillanattól kezdve, hogy ezt ön most itt bejelentette, nincs megállás, tehát Süli Jánost el fogják kezdeni bombázni kérdésekkel. De azért mielőtt ezt megtennénk, végleg fölhaja a politizálással, vagy azért folytatja valamilyen szinten? Én azt gondolom, hogy az új vezetésnek kell ezt eldöntenie, hogy a munkámra számít-e. Hogyha valahol átmenetileg vagy tartósan szükség van azokra a tapasztalatokra, információkra, amivel én rendelkezem, azt szívesen megosztom, de nem vállalnék ősztől már első számú vezetői pozíciót. Azt gondolom, hogy fiatal, lendületes, tapasztalt emberre van szükség, és az általam megnevezett alkalmasabb nálam. És ha felkér valamire, természetesen fogok segíteni. Hát ez egy kicsit elvitte a kezdeti témánkról, az árszámadásról, illetve a beruházásokról szó, de hát nyilván ez egy nagyon fontos bejelentés volt. Hát abban az értelemben nem, hogy a következő 60-70 évet ez az évszázad beruházása fogja meghatározni, és hozzáértő emberrel jó alapokat lehet letenni azért, hogy a 2015-16-os zárszámadás is ilyen minőségű legyen, és a beruházások minősége is ugyanilyen maradjon, mint tavaly előtt és az idén. Akkor egyelőre ezt a bejelentést, bocsánat, emészgessük egyelőre. Nyilván sokszor sok mindenről fogunk még beszélgetni önökkel is a jövőt, illetően politikai utak, életutak folytatásáról is lesz majd szó. Meg hát nyilván most már egykor Süli János urat is szóra kell majd bírnunk. Hát én köszönöm, hogy befáradtak a stúdióban, és hogy ezeket elmondták, tényleg meglepetésszerű közlés volt ez. Bár azt már lehetett hallani, hogy április 6-a utáni választáson azért majd sor kerül már a helyhatósági dolgok tárgyalására is. Még egyszer köszönöm, hogy bejöttek a stúdióba. Köszönjük szépen. Nézőinknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő hétfőn nem tartunk közéleti magazint, menjenek locsolkodni, és majd két hét múlva találkozunk. Addig is a viszontlátásra.